98%. Hát remélhetőleg az elég lesz, hogy befejezzem a játékot, mert két küldetésem vissza az egész játékból. Sziasztok, Márton vagyok. Okay, what's the emergency? Oh. Who? Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. Oké, szóval arról van szó, hogy itt van nekünk a Forelli család, és hát jönnek gyilkolni, meg pénzt lopni tőlünk, szóval... Ja, jobb, hogyha sietünk, éppen mennek, ha jól látom az áprilisztő alapján a... Sunshine autóhoz? Nem tudom, miről tényleg nem azonálnak, lehet, hogy éppen a... izéhez... oda a hajósbolthoz mennek. Hát jó van, sietnem kell, mindenféle baj nélkül. Szóval ja, szerintem minden meg van csinálva, 98%, valószínűleg 1% lesz ez a küldetés, meg az utolsó. Ja, ez nagyon nagy spoiler szerintem, de nagyjából mindenki sejti ilyenkor mi van. Nem hiszem, hogy gyerekként, mikor játszottam a játékkal, akkor megcsináltam a taxis küldetést, a taxis céget, a filmstúdiót, meg a nyomdát. Aztán semmi hírt nem kaptam, hogy mi zajlik, semmi információt. Aztán utána néztem, és kiderült, hogy ez azért volt, mert hogy izé-mizéria, a fagyis küldetést meg kell csinálni például, meg a kollégámat elütni. Ja, szóval meg a hajósboltot. És akkor azok a meccsátok annyira nyugtató volt hallani, hogy telefonon hívnak és hogy jön a következő küldetés. Nem tudom, azt hittem, hogy rossz verziót töltöttem le, aztán nem adja meg az utolsó küldetés, vagy pedig azért meg csalás használtam és így a játék ezzel büntet. Na mindegy. Néha szóval be szokott buggolni, és a filmstúdiók felé tartanak, amivel az a baj, hogy soha nem tudnám akkor őket utolérni, mert mire kirabolnák a helyet, addigra már... addigra még csak fél oldal lennék, és így tovább tudnának haladni, ennyi. Na, akkor ők is megvoltak. Szóval, ja, ennyi a Forellék, és türelmetlenek voltak, és elküldték a maffiát, hogy aztán elvegyék tőlem azt, amit én szereztem, meg sem magam. És most hol vannak? Lehet most mennek a filmstúdió felé? Ja, nem csak erre. Aha! Jó. Mondjuk ez jó taktika volt. De mindig utol fogom őket érni. Csak az idő kérdése és minden a helyén lesz. Na, gyerünk, kelj fel! És 30 000 dollár, ráadásul közel vagyok a Starfish Islandhez, szóval igen, minden jól működik, ahogyan annak kéne lennie. 99%, akkor igen, most már teljesen biztosan mehetünk. Otthon, édes otthon. Oké, okay, nem tudom, hogy van-e esetleg valami kocsi itt benn. Szerintem van. Nem? Jó. Vagy miért raktam ide lesznek a kocsiját, amikor nyilvánvalóan itt van? Aha, szóval már itt vannak. Lenszék. Jó. Ez külön nagyon nagy baj van. Hát jó, sietek amennyire tudok, aztán akkor meg lesz ez az egész ügy beszélve. What's going on? Tommy! Oh, good, good, good. Listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken! Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you kept their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together.
Szóval, ja, a forellék lejöttek, hogy elvegyék, amit el kell. Tommy! What? No big hugs for your buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They hey, knew Tommy, I was coming, sonny. Tommy! Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy, this is Vice City. This is business. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I'd just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No, I just wanted to piss you off before I kill you. Mondjuk, Lance-ből ezt ki lehetett nézni. Amennyire saját magára gondol, szinte minden egyes eseményben, minden egyes GTA-ban, amilyen benne van, mert semmi új dolog nincsen. Tudjátok, mint itt, say hi to my little friend, here's my minigun, I'm gonna kick your ass with it. Szóval, ja, Lance beárult minket, lehet, hogy amúgy ő már semmi elején csak a pénz érdekelt, mert Diaznak a pozíciója, nem pedig Vicnek a halála, meg annak megbosszulása. Végig lekezelte, mert tudta, hogy Lance egy baromira kapzsi és önző alak, akivel nem kell megbízni, mert valószínűleg csak eladna téged. Tehát ezek alapján Lance az személy lenne, hogyha lenne gyerek, akkor őt is eladná némi kokóért, amit aztán eladhatna még nagyobb pénzért. Na, rendben van. Szóval, ja, lejöttek a Forelliék, hogy megöljék Tomit és elvegyék a cuccait. Mégis kizárható volt az elején, az egész csak egy nagy terv volt. Hová lettek az ellenfelek? It was a Lance dance for Lance Vance. Tudom, felrohantam volna, aztán akkor fennkinyírhattam volna, de minek, itt a minigun az a minden gyorsabb. Annyi biztos, hogy a GTA végigjátszásnál nem kell félni attól, hogy mit hagytam ki, és mert az, hogy meg kell csinálnom, mert ott igazából semmi jutalom nincsen a 100%-nál. Sőt, ott, hogyha eljutunk a másik szigetre, hogy állokkolódik, akkor semmi új lehetőség, akkor majd már minden az elején elérhető. Csak ki kell használni a jó glitcheket. Na, megjön valaki? Ráérek. You took 15 years from me, sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never understood a thing. Hát szóval meg volt. Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy! I have a disagreement, I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole! I'm glad you took him out. Jó összefoglaltad. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's
all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Szóval akkor ennyi. A nagy Scarface-szerű harc után vége. Itt maradnak délen, és itt élik az életek nyugodtan. Aztán a sok kábítószer miatt, amit be fog szedni Rosenberg, Tommy kirúgja őt, aztán valahogyan ott állja magát a San Andreas államban, vagy utazik el, ahol aztán kapcsolatba fog lépni a szindákokkal, meg a forellékkel, vagy nem a forellékkel, hanem a Salvatore mafiával, vagy a Leonokkal, aztán akkor ott lesznek bajok. De ez mind 1992-ben fog megtörténni. És megvan a 100%. Végre. Minden a helyén van akkor. Rendben. Szóval elfogyottan lőszer, ha jól tudom, ugyanúgy mint a korábbi GTA-ban, amikor végigjátszottam 100%-ra. Kaptunk egy egyedi egyenruhát is, meg jönnek a telefonhívások is. Jaj, kapni fog egy pár hívást igazából. Nem nagy dolog, csak az, aki hogyan gratulál a játékosnak. Erről van szó csak. Oké, szóval Mercedes-szel összejött valahogy. És nem bánja Tommy, mert nagyon nem is érdekelte Mercedes. Kicsit nemhez hasonló, ő is inkább a saját sikerére akart rámenni. És az, hát elérte. Méltóságosabb módon. És azt mondom, adni fogok még hívásokat. Tommy, Tomás, it's Cortés, ¿qué pasa? Things are interesting. How are you, my friend? I wanted to ask you about Mercedes. Okay, what about her? Oh, Tommy, I hear these stories, all these stories, I don't know what to say. Amúgy olyan jól átdagítottuk a házat. Ez a sok festmény, olyan szép vannak cseszve, olyan tele van pizzás dobozzal, meg Diaz rajzával. És a Frankie. Mi? Senki nem mondott ilyet. Ez a rajz is milyen szép már. Jaj, nem kell aggódni. Sokkal durvább dolgok fognak vele történni. Oké. Hát sok szerencsék, Cortez. Szóval nekünk ez a Frankie ruha. Ide valami olyasmi van leírva, egy pillanat megváltoztatom az irányítást. Oké, okay. I complete the Vice City and all I got this lousy shirt. Tehát teljesített, megcsináltam Vice City csak azért, hogy aztán ezt a francos pólót megkapjam. Valami hasonló a jelentése. És hát most nem látszik, de majd lehet lefogja spawnolni embereket, akiket fel tudok bérelni 2000 dollárért, és akkor velem jönnek, mint csapattársak. Ja, milyen, mindegy, ja, az ebben Steve beszélt igazából, talán, Mercedesről. Ez pedig akkor Kent Paul, vagy összekertem a hangokat. There's a lot of stuff for you, and this is how you repay me. You ignore me. You won't give me a way in, or after all I did for you. What do you think I am, a deer or something? Paul, take it easy. I've been busy. Don't be an idiot. I ain't no idiot, Moose. That's what I said in postal. You are skip the trouble, son, because you're going to get it. Tommy, mate, please. Use me, big O, please. Don't laugh at me. Paul, get some sleep, seriously. Jó, van oké, szóval kicsit rossz helyzetben volt Paul, részeg volt, de szerintem fel fog épülni. Nem tudom, hogy ki fogok-e kapni telefont. Szóval, ja, kaptam egy ilyen Paul-ot, aztán megvan csak a 100%. Mindegy. Ja, meg igen, plusz életerő. Ja, megcsináltam akkor. Még mindig nincsenek itt emberek? Hát igazából tök mindegy.
gyorsan ide felrohannak, aztán akkor ezt itt elmentem. És akkor igen, ennyi. Véget ért a Vice City. És, ja. Na mindegy, még azokat a felbejelentő embereket gyorsan megkeresem. Na, akkor itt van nekünk ez a három ember, és akkor pár dollárért, mert tudjuk őket kérni, hogy legyenek velem együtt, mint haverok, mint támogatók, aztán akkor lényegében, mikor kimegyek az utcára, és mondjuk valami baj keveredik, akkor ők megvédenek, egész jól fel is vannak fegyverkezve. Ja, nem nagy ügy igazából. A Versetti mobil. Azzal tudok valamit kezdeni igazából. És nem tudom, hogy el tudok menni banda háborúzni. Lényegében ez ilyen előfutár akar lenni a GTA San Andreasnak ez a bandázós banda csapat elve. Még ez felvezeti azt, hogy tudunk csapatásokat szerezni ott is. Csak itt még kicsit egyszerűbb módszert használtak fel. Hát mi van, srác, hogy támadjatok? Na, úgy van. Mert amikor megsebeznek, akkor támadnak igazából, és hogyha nem tudom rájuk, eresztem a ravaszt. Nem, csak akkor támadnak, hogyha megsebeznek, akkor találj el. Ja, és akkor lőnek. És meg is ijednek amúgy tőlünk, szóval, ja, mondjuk érhetem, hogy jobb fegyvereink vannak, mert hát elveszettem a fia egy nagy név, most már. Szóval igen, ez volt a GTA Vice City végigjátszás, ez volt a legelső GTA, amivel életemben játszottam, és jó eset is tisztázni végigjátszani, még hogyha itt is volt a bajlódások. Szóval akkor találkozunk a GTA végigjátszásnál, azt lehet, hogy utána megint áll még FPS játékokban, mert abban már eléggé régen volt. Szóval akkor majd találkozunk a GTA 3-ban, Liberty City-ben 2001-ben, addig is, sziasztok! Te most mit csinálsz? Úgy van.